Csisztó Sportcast. Egy elgondolkodtató beszélgetés, ahol a sportélet nagyjait dr. Csisztó Zsuzsa kérdezi. A lelkem fájt nagyon, hiszen tudtam, hogy mit veszítettek el, mit veszítettem el, hogy nem tudok ott lenni az EB-n. Ez a csapat tényleg méltó arra, hogy viselje a válogatott mezt, és jó érzés volt magyarnak lenni. Csisztó Sportcast. Csak hitelesen. Életre kelt Budapest, és valljuk meg, másfél évnyi zsibbadság és a pandémia okozta szobában kuksolás után valóban nagyon-nagyon ránk fért az, hogy megtapasztaljuk, mit adhat nekünk szurkolóknak a sport. Szeretettel köszöntöm Önöket, sikersztoria a budapesti társrendezésű labdarúgó Európa-bajnokság, legalább ennyire a magyar labdarúgó válogatott szereplése a halálcsoportban, és sikersztori mindaz, ami itt van mögöttem, vagyis az első ízben létesült hivatalos UEFA szurkolói zóna is itt a budapesti Városligeti Műjégpálya területén. Úgynevezett városi piknik pontként indul, az szinte Budapest egyik legtrendibb helyévé nőtte ki magát. Az elmúlt hetekben közel 200 ezer látogató járt itt, legalábbis az első két hétben. Ide jöttek kicsik és nagyok, családok, természetesen apukák, anyukák és gyerekek. Megfordultak itt korábbi és jelenlegi élsportolók, természetesen játékosok is, labdarúgó szakemberek, DJ-k, zenészek, celebek, művészek, és ami legalább ennyire fontos, természetesen magyar és külföldi szurkolók szép számmal. A Csisztó Sportcast szezonzáró epizódjában tehát most összefoglaljuk, hogy mi minden történt itt ebben a színes forgatagban úgy, hogy még most nem tudjuk kinyerni a labdarúgó Európa-bajnokságot. Egy minden esetre biztos, itt óriási élet volt a Hősök tere szomszédságában és a Vajdahunyadvár a tövében. Szerintem nagy meglepetés, nem árulok az, hogy Sallai Rolit és Szalai Attilát várom arra, hogy olyan teljesítményt nyújtsanak, és egy-egy mérkőzésen akár olyan teljesítményt tegyenek az asztalra, hogy komolyabb európai klubok is felkapják a fejüket. Mind a ketten a klubcsapatukban rendre jól játszottak itt a tavasz folyamán, és azt gondolom, hogy ilyen ellenfelek ellen, hogyha egy-egy jó mérkőzést lejátszanak, biztos vagyok benne, hogy lesz lehetőségük arra, hogy komoly csapatban játszanak, mert nyilván azt nem mondom, hogy top bajnokságban, mert a Roli már ugye ott játszik, de ott akár egy szintet lépjen még előre. Emberemlékezet óta vártunk erre a pillanatra. Na jó, a labdarúgáshoz köthető emlékezetünk kezdete óta. Most azonban nem csak az EB egyik társszervezői lettünk, amelyen a magyar labdarúgó válogatott is induló csapat volt, de a világszínvonalú Puskás Aréna teltházas meccsein élvezhettük ezt a kombinációt. Hogy a koktél cseresznye is felkerüljön a tejszínhab tetejére, napokig csodálhattuk a Budapesttel állomásozó EB trófeát, az Henri Delaunay kupát, amely a szurkolói zónában nyújtózkodott napokon át több tízezer vendég szelfizős örömére. Közös képet persze nem csak a kupával, hanem a zónába érkező sztárokkal is szívesen készített a közönség. Közülük az egyik a sajnálatos sérülése miatt a válogatottból kimaradó középpályás Kalmár Zsolt volt, akit persze már a portugálok elleni meccsünk előtt is kikérdeztünk az esélyekről. Inkább lennék ott, mint itt, de már elfogadtam ezt a helyzetet, amivel most vagyok. A sérülésem után első hét volt, ami kemény volt, de most már nem sajnálkozok, hanem élvezem az életet, és próbálok mosogni és a rehabilitációmra koncentrálni, és a csapatnak pedig szurkolni itt a stadionban majd holnap.
Ez az egy hét, ez valójában mivel telt? Hiszen azért azt gondolom, hogy nyilván felmérted a veszteség súlyát, ugye, hogy hazai rendezés, hogy Európa-bajnokság, hogy Puskás Aréna. Szóval, hogy mi fáj jobban, amikor az embernek fizikai fájdalmai is vannak, a lelke vagy a térde? Hát igen, egyértelmű, a lelkem fájt nagyon, hiszen tudtam, hogy mit veszítek el, mit veszítettem el, hogy nem tudok ott lenni az EB-n, és hogy mennyi munkát beraktam ebbe, és mennyi időt, hogy tényleg olyan szintre elérek, hogy olyan teljesítményt tudok nyújtani, hogy váltottba ott legyek, és egy ilyen csapatok ellen egy ilyen rangos tornán játszani. Minden szempontból, mint karrier szempontjából is nagyon nagy erőpés lett volna, de az élet így közbeszólt, de sokat köszönhetek a családom, aki mellettem volt, és nagy erőt tudtam meríteni belőlük, hiszen mindenben támogattak. Például most is így sérülten is nagyon sokat tesznek, értem, hogy minél gyorsan felépüljek, de tényleg azon vagyok, hogy januárban 100%-osan és egészségesen újra pályán legyek. Nem voltál mindig Fortuna kegyeltje, ugye? Azért volt az a kis bokatörés, most ez, aztán a korábbi Európa-bajnokságon jó néhány tét eseményen sérülés mindig közbeszólt. Ennek ellenére egy nagyon mosolygós személyiségnek látlak most. Honnan meríted ezt a belső derűt? Hát igen, volt pár szerencsétlen sérülésem, például volt egy térműtétem, utána két nap a bokatörésem. Most már elértem volna azt a szintet, azt, amit várok magamtól. Most megsérültem, de szerencse olyan ember vagyok, aki gyorsan átgondol mindent, és magamban lejátszottam, hogy mi vár rám, és hogyan kell gondolkodnom, és hogyan kell majd csinálnom, hogy minél gyorsan visszatérjek. És ezért most élvezem az életet, és próbálok mosogni. Még egy szlóg is mondta, aki nagyon jó vagyok, hogyha mosog az ember, és élvezi életet, akkor gyorsabban gyógyul a sebe, úgyhogy én ezen az úton járok, és ezt most is látjátok. No, hát ugye most gyakorlatilag egy nap választ el minket a magyar labdarúgó válogatott pályára lépésétől a címvédő portugálok ellen. Tartjátok-e egyáltalán ilyenkor a játékosokkal a kapcsolatot? Gondolok itt elsősorban arra, ugye, hogy ők már ilyenkor buborékban vannak, hermetikusan elzárva a külvilágtól, tehát nyilván ezért nagyon sok minden összeköt benneteket, és ha igen, akkor milyen üzenetváltások mennek egy nappal a mérkőzés előtt? Hát igen, beszélek pár emberrel, például Schäfer Andrással, akivel tényleg csapattársak vagyunk, nagyon jóban vagyunk, Langádában, Cseri Tamással is sokat beszélek, úgyhogy az garantáltam, hogy a váltott az felkészült, mint taktikailag, mentálisan is, és tényleg mindenki készen áll, hiszen egy akkor esemény előtt állunk. Újra a szurkok előtt eltelezőttünk játszani, hogy mindenki motivált és nagyon várja, hogy már pályára lépessen. Tudva azt, hogy milyen csapatokkal nézünk szembe, erősebb érzelem a motiváltság, mint esetleg a félelem? Ilyen csapatok ellen játszani teltház előtt, ez csak motiválni tud és plusz adjön tud adni, hogy minél jobb teljesítményt nyújtson az ember, nyújtson a csapat, és hogy minél jobb eredményt tudjunk elérni. Tudjuk, hogy komoly csapatok ellen játszunk, portugál, francia, német, akik nagy játékerőt képviselnek, de már sokszor megmutatta a csapat, hogy papíron lévő erősebb csapatok ellen tud komoly sikert elérni, úgyhogy nagyon bízom a csapatba, hogy holnap ugyanezt majd el tudom mondani. Melyik lehet közülük az, amelyik a legnagyobb falat, és esetleg ha, akkor melyik lehet az a csapat, ami ellen akár valami meglepetés is született? Hát én úgy érzem, aki ellen pontokat tudnék szerezni, az holnap a Portugália ellen. A legnagyobb falat szerintem Franciaország, hiszen ők azért két-három sebességgel nagyobb fokozaton pörögnek, nem csak Magyarország ellen, hanem minden váltott szemben, akik itt vannak az EB-n. De mostani fociban úgy gondolom nagyon sok meglepetés volt az elmúlt időszakban, úgyhogy miért ne állnak? Lehet, hogy holnap vagy a további mérkőzésen akár mi is tudunk meglepetést okozni. Mit mond Marco Rossi? Mik azok az utolsó szavak, amivel a válogatottat útjára szokta engedni? Hát igen, Marco Rossi egy pár szót szokott mondani meccs előtt, de inkább a Szali Ádám az, aki egy körbeállnak a játékosok, és egy komoly párperces beszédet
mond a csapat előtt, úgyhogy inkább én ott tudom elkezdeni, hogy most is ő fog nagyobb hangsúlyt fektetni rá. És ő mit mond? hát így nem tudom felidézni, de abban biztos vagyok, hogy olyan motivációt beszélt mondani, hogy mindenki fel fogja szántani a pályát. A Zóna egyik abszolút sztárvendégét a 102-szeres román válogatott korábbi, a Steaua-val meggyőztes, edzőként is hatalmas nemzetközi sikereket elérő Bölöni Lászlót legalább annyian szólították le a magyar, mint a portugál vagy francia szurkolók közül, ami nem is csoda, hisz mindkét országban hatalmas klub sikereket ért el. Esélylatolgató sétára hívtam a Zónában, ekkor is tapintható volt a népszerűsége. Te magad mit mondanál, amikor mondjuk egy ilyen csapatot kéne a pályára vinned? Ilyen ellenfelek ellen. Hát boldog lennék, és büszke lennék arra, hogy ide jutottam, mert tulajdonképpen eljutni oda egy csapattal, a válogatottal, hogy a világbajnokok, az Európa-bajnokok és a többszörös volt, és Európa és világbajnok ellen játszani, ráadásul hazai pályán, hazai csodálatos pályán. Ráadásul, így van. Az akkora örömöt és ünnepet jelent, amit én most kezdek itt érezni, mert én ilyenen még soha nem vettem részt. No, hát akkor ez nagyon jó, hogy ezt említed, mert azért végül is az egész életed a labdarúgásról szól, de mondhatjuk, hogy azért mondjuk az aktív évek óta nagyon sokat változott a labdarúgás körüli közeg. Hát nézd meg, ez gyakorlatilag ez a zóna itt, amit mi így hívunk a szurkolói zóna, egy óriási területen, csak azért létesült, hogy egy külön szórakozó helyet, egy találkozási pontot, egy piknik helyet szervezzenek a szurkolóknak. Menjünk közben, sétáljunk, mert olyan sok minden látni való van. Az egyetlen, ami ugyanaz, persze egy különböző mértékben, de mégiscsak ugyanaz az az embereknek a szeretete, a bolondsága, aha, a sporttal, a futballal szemben, és megint igazolódik, és ez is ugyanaz, hogy akkor, amikor egy ilyen fontosabb eseményről van szó, akkor a futball hatalmas erőket képes megmozdítani. Abszolút. Aztán abszolút. Amúgy, hogy néztem ott a gördülő sörös hordókat, ugye? Besegítette volna én is le. Megint ezeket az ágyakat, meg napozókat, meg, ami ott folyik. Mindez már az bizonyítja azt, hogy a futball ugye átlépte a csak sport határt, és bizniszre alakult, amiben aztán nem csak maguk nem csak maga a futball vesz részt, hanem egy csomó más gazdasági és szociális elem rátapad, és hozzátapad. Igen, és abszolút így van, és hát ugye közben ahogy mondjuk, hogy mennyiféle fajta mondjuk ilyen szórakoztató ipari faktor kapcsolódik nyilván a labdarúgáshoz, mint üzlethez, azért nyilván alapvetően mégis az mozgatja meg legjobban a szurkolókat, hogy milyen teljesítményt látnak a pályán. Na most valóban azért ugye kitűnő európai csapatok közül láthatok itt jó néhányat. Óriási tapasztalatod van, gyakorlatilag Európa szinte minden részén dolgoztál, edzősködtél. Hogy néznek ki most az erőviszonyok, amikor még nagyjából viszonylag a Európa-bajnokság korai szakaszában vagyunk? Azt hiszem, hogy nagy képviség lenne azt mondani, hogy ugyanazok, ugyanolyanok vagyunk, mint a többiek. De ugyanakkor azt is érzem, hogy úgy unblock az összeurópai futball akkorát fejlődött, uh-huh, hogy még a kis országok is fennebb léptek ezen a bizonyos ranglépcsőn. Aha. És jelen pillanatban, ugye mert a futball az futball marad, a jelen pillanatban a meglepetés szinte minden mérkőzésben ott van valahol a közelben. Aha. És én remélem, hogy ma nagyon a közelünkben lesz a meglepetés. Mert akkor azért, ha három csoport ellenfelünket nézzük, akkor tényleg reálisan melyik lehet az a csapat? Ugye van egy regnáló Európa-bajnok, egy regnáló világbajnok, és ennyivel ott van Németország, mert már minden szinten ott volt. Magyarország! Igaz. Szóval ki lehet az, amelyik csapata szemben tényleg lehet akár valami meglepetésre is esélye a magyar válogatottnak? Hát én azt hiszem, hogy akiket igazán meg lehetne lepni, pláne hogyha ma este
én örvendek kétszer, aha, akkor a németeket. A németeket. Igen, hát a franciák megverik a németeket. Aha, jó. És aztán a németek az utolsó mérkőzésükön minden történhet alapon, hát az fog történni, ami nekünk jó lesz. Aha. És ezzel kapcsolatban elmesélnék, ha van időnk, nem tudom, vagy szedünk, vagy nem, egy érdekes dolgot, amit a volt Nancy elnököm mesélt, hogy Franciaországban van egy ilyen enyhe susputy, hogy félnek ettől a mai meccsüktől. Aha. Félnek megnyerni a mai meccsüket. Tényleg? Igen, mert ha megnyerjük a meccsünket, és most hagyok egy kis szünetet, úgy, ahogy annak idején a Puskásék ellen 54-ben a magyarok is agyonverték a németeket, aztán kikaptak a döntőbe. Aha, hát értem. A franciák félnek attól, hogy ma megverik a... Félnek azért az idézőjelben teszem. Félnek megverni a németeket, mert akkor a döntőben megtörtént ugyanaz, ami a magyarokkal megtörtént annak idején. Na, hát én ezt gondolnám, hogy van, de érdek, mindig meg tudsz lepni valamilyen igazi szakmai kulisszatitokkal. Na most akkor egy picit a portugálokra fókuszálva, ezt aki téged ismer, meg a szakmai múltadat, tudja, hogy például oroszlán részed volt abban, ugye, hogy abból a generációból például Cristiano Ronaldot beemelted anno, ugye a felnőtt csapatban, amikor ott edzősködtél Sportingnál, és hát hihetetlen, milyen személyiség lett belőle. Nevezd meg nekem, légy szíves, valóban a mostani portugál válogatottnak azt a koronázatlan királyát? Ő az még mindig, vagy vannak már mögötte esetleg trónkövetelők? Körülbelül olyan lesz, nem olyan lesz. Sokkal jobb lesz, sokkal nagyobb. Megjöttek a portugál szurkolók, eleme lesz a portugál és a világfutballának, mint bárki más portugál. Már az. De ettől függetlenül azt el kell ismerni, hogy azért nem csak ő létezik. Egy csapat, mikor 11-en vagyunk, akkor persze, hogy fontos, hogy minél jobbak legyenek az egyének, minél többet tudjanak. Persze. Ellenben azt nem lehet, hogy egy ember a csapat, mert az borzasztó teher. És ezt Ronaldo visel egy jó ideje, de most igen, csapat is van körülöttem, mert most nem ő az egyedüli góllövő, most ott nem is merek említeni játékos, mert sokan vannak. Sőt, már azért vannak. Az is kiderült, ha ő nem játszik ebben a csapatban, akkor se játszik rosszul ez a portugál válogatott. Hát erről van szó. Ettől függetlenül. De kell bele, gondolom. Kell, nem lehet nélküle, és nem mernének a portugálok nélküle kiállni. Világos. Igen, mert azt gondolom, hogy ez minden szempontból magyarázhatatlan lenne. Na most a francia válogatottat előrevetítve, ott szintén van-e ilyen személyiség? Griezmann lehet, vagy azért most már hát én inkább Mbappé párra gondolok. Uh-huh. A visszatérő Benzema nagyon-nagyon éhes lesz, az biztos, bizonyítani akar, és ez fontos lesz. Bizonyítani magának, bizonyítani az edzőjének, akivel újból szent a béke. Igen, az is érdekes volt, azt tudom. Igen, az nagyon érdekes és durva. Pedig édesem azt mondta, hogy nem, tehát hogy nem. Nagyon-nagyon durva is volt ugyanakkor az a dolog, amiről lehet, hogy nem tud feltétlenül a sajtó. Nem felé. Tudjuk, mi volt a Örihari oka, de akkor úgy tűnt, hogy Örihari lesz belőle. Hát főleg azután, miután bizonyos szélsőséges körök összefestették Deschamps-nak a házát. Igen, akkor ez, igen. De hát mindegy, a lényeg az, hogy Deschamps rendkívül intelligens ember, nagyon és hát kitűnő edző. Kitűnő edző, igen. És tudta, hogy az... Magyarország! Hogy az a két játékos, aki a múltkor kimaradt a Deschamps csapatában, most mind a ketten ott vannak. Igen. Tehát erős, talán az egyik legerősebb csapat számomra, igen. Csak éppen ezt be kell majd bizonyítani. A végső győzelemre is esélyesek egyébként? Talán ők a leginkább? Hogyha igen, ezt a játékosok is megfogalmazzák, természetesen azért óvatosan azt mondják, hogy... Ez az Európa-bajnokság akkor lesz érdekes, akkor lesz jó, hogyha mi megnyerjük. De jó, ugyanakkor hát ez majdnem minden csapat, ezt szeretné magáról elmondani, de természetesen. De ugyanakkor azt is hozzáteszik, hogy de azért nagyon-nagyon figyelni kell, mert ugye
már a csoportunk is annyira nehéz, amiben bármi történhet. Lehet-e, illetve ha lehet, melyik csapat lehet ennek az EB-nek a nagy kiugró meglepetés csapata, akár az eddig látottak alapján? Magyarok. Annyira szeretem ezt a pozitív hozzáállást. Jó, oké. Okay. De hát én egy érdekes érzésem van, egy olyan csapatot említenék meg, aki, amivel meglephetem esetleg az embereket, Anglia. Anglia. Uh-huh. Hello! Ez sose zavarás. Köszönjük! Egy kis hazai föld, igen, ugye? Igen, igen. Azért az angolok... Angolok ugye sikeréhesek, hát mióta nem nyertek komoly világversenyt? Ezer éve. Hát mikor mi bejöttünk ide, körülbelül akkor nyertek ők legutoljára. Igen. Hát ezt akarom mondani, hát hogy annyira... Egy... Nem azt mondom, hogy nem jó. Nem azt mondom, hogy az angol futball Európa legjobb, ezt is bizonyították. Ellenben olyan rég nem nyertek válogatottjukkal valamit, igen, hogy óriási bennük az éjség, gondolom. Nyugodtan betehetem a meglepetések. Jó, hát a te szakmai véleményed nekem eléggé meggyőző, és abszolút el is tudom fogadni ezeket a szempontokat. Perc ünnep. Ezt adta nekünk a magyar válogatott első portugálok elleni fellépése a Puskás Arénában. A maradék perceket és persze a bekapott 3 gólt szívesen elfelejtettük volna, mert valójában az eredmény nem tükrözte a két csapat közötti aznap vívott csatát. Mésző Gézával is értékeltünk, illetve előre tekintettünk az akkor még előttünk álló franciák elleni hatalmas kihívásra. És mivel Géza 4 évet játszott a francia élvonalban, mi több a jelenlegi galkakasos kapitány, a játékosként és edzőként is világbajnok Didier Deschamps ellen is pályára lépett hajdanán, hallani akartuk, mit vár ettől a brutálisan nehéznek ígérkező meccstől. Utóbb mi nem akartunk hinni a fülünknek, hogy mi volt a meccs előtti tipje. Én mióta eljöttem Franciaországból, és akkor is, amikor ott voltam, hihetetlenül mindig a francia válogatottnak drukkoltam. Én azt érzem, hogy most is ott vannak, és most élni fognak ezzel a lehetőséggel, és biztos, hogy ott lesznek a végelszámolásnál, én meggyőződésem, és én drukkolok is nekik. Ma kivételével ma ne nyerjenek. Nagyon nehéz a tipp, de hát legyünk magyarok, és itt van a címerünk, és nagyon optimisták, akkor én azt mondom, hogy 1-1. A Puskás Aréna és a szurkolói zóna is felrobbant Fityó, vagyis Fiola Attila gólját látva az aktuális francia világbajnok ellen. A magyar csapat tényleg oroszlánként küzdött, és ez a látványos, igyekvő akarat olyan, de olyan sokat adott a szurkolóknak, amely szinte vérátömlesztésként hatott minden magyar drukkernél, pláne másfél évnyi pandémiás zsibbadság és komoly lelátói diéta után. Persze, hogy mindenki megérkezett a szurkolói zónába, akinek egy kicsit is köze lehetett lélekben ehhez az összecsapáshoz. Itt lakok már lassan 20 éve, édesapám magyar volt. Azért most én szurkolom a franciáknak, én neked bunkó, az nem vagyok. Nyilván, mikor lesz egy francia, portugál, akkor nyilván a franciára fogunk szurkolni, de mikor a magyarok játszanak bárkivel, akkor a magyaroknak szurkolok, és azt mutatom, hogy nem rossz a gyegyed, de jobb lett volna maradja zennul. Mert a pont nagyon kell most a magyar csapatnak, de a fiúk úgy játszottak, mint az Isten. Amíg a Bacsányi klasszikust idézve vigyázó szemünket most a Puskás gyepén Párizs helyett a franciákra és a portugálokra vetettük, az F csoport harmadik mérkőzése alatt valójában a szívünk Münchenben dobogott, ahol ki meccsre készült a magyar válogatott, ki gondolta volna ezt előtte,
a németek ellen. Bölöni László és Kalmár Zsolt is újra a Zóna vendége volt. Persze, hogy tudni szerettük volna szerintük, mire számíthatunk az Allianz Arénában. Nagyon büszke vagyok a csapatra, hiszen megmutatták az erejüket, hogy nem szabad őket leírni. Azért volt olyan negatív hang, hogy nem szedünk pontokat is, és kitömnek minket, de a csapat az megmutatta, hogy mire képes. Ha így játszottunk, azt hiszem Portugál ellen, akkor azt a meccset megnyerjük, hiszen így is volt helyzetünk a Portugál ellen. Most a franciák ellen egy más felfogásban játszottunk, sokkal többet volt nálunk a labda, bátran tudtunk játszani, és legfontosabb dolog az volt, amikor a labdát veszítettünk, akkor egyből vissza tudtunk támadni, és ha mondjuk a franciák majd bedobás, akkor fennmaradtunk, nem mentünk vissza, nem adtunk nekik területet, hogy önbizalmat szerezzenek labdával, hogy kényelmesen tudnak játszani. Ezt a mérkőzést azt hiszem, hogy sokan nem fogják elfelejteni. Mindenek előtt először az eredményért, mert erre az eredményre szükség volt. Ez kellett a játékosok önbizalmáért, a hitért, az újabb energiák szabaddá tételéért, és ennek mindenki nagyon örvendett. Ugyanakkor nem lehetett nem érezni azt a hatalmas örömöt, ami az együvé tartozást igazolja, ez az öröm, ami elárasztott mindenkit. Még egyszer bizonyította azt, hogy a sport, és ebben természetesen a futball hatalmas erőket tud mobilizálni. És ez feltört ez alkalommal a magyarországi emberekből, a magyar emberekből. Hajrá Magyarország! A német válogatott más lesz, hiszen onnan jött ez a pressing, ez az egyből visszatámadási foci. Szerintem nem lesz annyi időnk, mint a portugálok vagy a franciák ellen. Biztos nagy nyomást fognak ránk gyakorolni, főleg hazépán játszanak, nem hagynak minket kibontakozni. Ezért szerintem fejben nem fel kell készülnünk, ha úgy van, akkor bele kell tárazni egy labdába, és nem kell rizikózni, nem kell nagy rizikót vállalni, hiszen bármelyik percben rúghatunk gólt, akár a végén is, nekünk elég az 1-0 vagy a győzelem, úgyhogy ez egy más mérkőzés lesz, de szerintem Marc Rossi ugyan taktikát ki fog találni, mint a többi mérkőzésre. Biztos vannak gyenge pontjai a német váltóknak is. Senki nem gondolta volna az Európa-bajnokság előtt, hogy ebből a csoportból az utolsó mérkőzés fogja eldönteni a továbbjutást. Tehát, hogy nagy a tét, óriási. De ez nem igaz. Nem? Jó? Mert egy valaki... Gondolta? Egy valaki gondolta és mondta is. Az most itt ül előtte. Tényleg, az igaz, bocsánat. Mondtam, hogy a legfontosabb mérkőzés a magyaroknak a németek ellen lesz. Akkor szerintem ez az évszázad győzelem lenne továbbjutással, és a magyar emberek és a magyar nemzetnek ez óriási siker lenne a magyar labdarúgásnak. Úgyhogy tényleg remélem a srácok kitesznek magukért, de már így is egy nagy sikert értünk el, hiszen ilyen csapatok ellen fel tudtuk venni a versenyt. Senki se gondolta volna, hogy a utolsó mérkőzésen fog eldőlni, hogy ki fog továbbjutni a négy csapat közül. Hogy egy döntetlennek én örvendenék, mert azzal azt hiszem, hogy mind a két csapat tovább juthatna. Igaz, hogy akkor a franciák, azért lekopogom, másodikként jutanak csak, mert a németek egy istenőriz nyerességgel tovább jutnak, mint első. Jó, hát arra nem is akarunk gondolni. Pontosan. Hát egy döntetlen, azt hiszem, hogy jó lenne mind a két csapatnak. Nem lepődnék meg, hogyha egy azzal végzett. Jó, hát nekünk nem, nekünk csak a győzelem, legyen így. Nekünk csak a győzelem. Ismét a 84. perc.
Javasolni fogjuk, hogy mint külföldön, a szállodák esetében számos helyen eltörölték már a 13-as emeletszámot, úgy töröljék el kérem szépen a 84. percet hivatalosan is a magyar labdarúgó válogatott mérkőzéseiről. Addig a percig ugyanis ismét csodát látott a Münchenben és a szurkolói zónában újongó magyar közönség. Vezettünk a korábban 4-szeres világ és 3-szoros Európa-bajnok német válogatott ellen. Rúgtunk és kaptunk is sajnos 2-2 gólt, és bár minden statisztika alapján sportszakmai csoda a németek elleni 2-2 és a megszerzett 1 pont, jól látható a szurkolói zónában, a meccset követő arcokon, milyen kilengésű érzelmi hullámvasúton utaztak a magyar szurkolók. Nagyon jó volt látni, hogy valóban olyan szenvedéllyel és olyan tudatossággal és szervezettséggel játszott ez a csapat, hogy egyértelműen maga mellé állította a szurkolókat, és egy olyan visszhang van most itt akár a médiában, akár így a szurkolói csoportok között, hogy ez a csapat tényleg méltó arra, hogy viselje a válogatott mezt, és jó érzés volt magyarnak lenni. Szerintem akár Sallai, akár Schäfer, de Szalai Attila is a védelemben nagyon-nagyon jó teljesítmény nyújtott, nagyon jó csapatok ellen, úgyhogy én biztos vagyok benne, hogy ők fölhívták a figyelmet, nagyobb klubok listájára fölkerültek, és én bízom benne, hogy sikerül majd nekik esetleg még erősebb csapathoz kerülniük, mert egyértelműen megállták a helyüket. Nekem tényleg kifejezetten Sallainak a játéka nagyon-nagyon tetszett, amilyen dinamikus volt, amilyen bátran felvállalta az egy az egyeket, gólt előkészített, helyzetbe került, de ha Szalai Attiláról beszélünk is, nem hiába olvashatjuk, hogy akár az Atletico, vagy nem tudom milyen pénzekről beszélünk már, hogy kivásárolnák őket. Úgyhogy tényleg szinte végigmehetnénk, az érdekes, szinte végigmehetnénk mindenki szóba hozhatnánk, mert nagyon jó egyéni teljesítmények voltak, akár Fiola gólja, vagy a Fiola teljesítménye folyamatosan, akár védekezésben, akár támadásban. Nagyon fontos szerepe volt nyilván szerintem Gulácsi Orbánnak, hogy így összetartották a védelmet, de akár Kleinheiser, tényleg mindenki, Nagy Ádám, nekem akár a Fradi érából is, nekem nagyon tetszik az ő játéka, nagyon fontos láncem ő is ebben a csapatban. Az 5 évvel ezelőtti EB csodát személyesen is átélő és a válogatottság számban 108 meccsével, Dzsuzsák Balázssal holt versenyben csúcstartó, amúgy 18 évig a német és az angol élvonalban szereplő Király Gábor szintén meghívott vendégünként mondott értékelést a magyar csapat szerepléséről, és persze az Európa-bajnokság végső esélyeseiről. Ott voltál, és láttad a magyar csapatot játszani, ugye Portugál és Franciaország ellen. Mik voltak a benyomásaid most már a nézőtérről? Ugye 5 évvel ezelőtt mindenki a nagy hangulatról beszélt, akár Franciaországban, vagy akár itthon Magyarországon, és én ezt most megtapasztaltam szurkolóként itt Magyarországon. Én Németországban is a németek ellen kint voltunk a stadionban, ott a helyszínen. Szenzációs hangulat. Kicsit más aspektusból látom és érzem a csapat körüli hangulatot, illetve történéseket, de hát csodálatos volt, amit a Puskás Aréna is biztosított, hiszen teltház volt, csodálatos hangulat volt. Németországban is kint voltunk, de ott is a magyarok voltak hangosabbak, tehát a magyar szurkolók abszolút ki is tettek magukért, a csapatért, és hát a csapat is nagyon jól teljesített, hiszen nem ijedt meg. Nagyon sok médium megkérdezte a csoportmérkőzések előtt, hogy mit várok, és én azt mondtam, hogy természetesen nem a magyar válogatott a favorit egy ilyen csoportban, de megnehezíti a nagyok dolgát, az biztos. És hát 2 ponttal gazdagabb lett a csoportmérkőzéseken. Az a teljesítmény, amit a csapattól láttál, azt most szakmai szemmel, ha nézed, akkor ezt most hova lehet rangsorolni, akár az európai futball jelenlegi térképen? Szintén a mérkőzés, illetve az Európa-bajnokság előtt kaptam kérdéseket, hogy milyen lesz a magyar válogatott, mutassam be a német médiának a magyar válogatottat. És én azt mondtam, hogy azt várom, hogy egységes csapatot keltse a pályán, és Marco Rossi egyszerű, tiszta utasításai alapján fog a játék történni. Ezt abszolút visszaláttuk, hiszen egyszerű futballt játszott a magyar válogatott, nagyon céltudatos,
bátor, és abszolút gorlatörő is. Tehát igen, mondják, hogy defenzívek voltunk, de azt is egységesen csináltuk. Tehát nem tudtak rajtunk annyira fogást találni. Mikor talán itt a portugálok ellen a 84. percben kaptuk a gólt, akkor egy kicsit az megzavart minket, és az utolsó 6 percben kaptunk 3 gólt. De összességében jó a kohézió a csapaton belül, jó Marco Rossinak az utasításai, a stratégiája, és hiteles személyként a csapat ezt elfogadja. Nyilván most már kívülről figyeled, de maximálisan meg tudod ítélni, hogy mik azok az erények adott esetben egy ilyen szakember mostani munkáját is látva, akár az önkritikussága, akár tényleg a tartása, amit a csapatnak ad, ami azt gondolom, hogy ezt a csapatot kifejezetten egy karakteres válogatottá alakította. Te hogy látod, mik ezek a szakmai erények, akár hogyha a múltadra és a korábbi vezetőedzőkre, szövetségi kapitányokra gondolsz? Ugye Marco Rossi külföldi edző, de ismeri a magyar közeget, ez nagyon fontos. Ugye a Honvéddal bajnokságot nyert, tehát ismeri a magyar virtust, a magyar kultúrát. Nagyon fontos egy külföldi edző részéről, hogy ismeri a közeget, a szurkolókat. Ez már egy abszolút pozitív belépés volt a válogatotthoz. Mellette a legjobb játékosokat kellett kiválasztania. Ért hozzá, szakmailag nagyon jó, és bátran nyúlt a fiatalokhoz. Igen, ha hibázott, feltette a kezét, hogy valóban hibázott. Mindannyian hibázunk, tehát ezzel semmi probléma nincsen, de menni kell tovább előre. És azt gondolom, hogy Marco Rossi is sokszor vívott biztos kemény csatákat, de azt gondolom, hogy ő nem tért rá arról az útról, amit ő elképzel, akár a játékos állományban, akár a filozófiában, és ezt tudta végigcsinálni. Mellette még van az, hogy a körülmények mennyire másabbak most, mint korábban. Tehát korábban ugye nem volt ennyi jó stadion, jó pálya, az oktatás nem feltétlenül volt ennyire energikus. Régebb, megnézném szívesen, hogy régebbi tehetségek, vagy 20 évvel ezelőtti válogatott játékosok most ebbe a közegbe, ebbe a környezetbe mennyi mindent tudnának nyújtani, vagy a mostaniakat megnézném abba a közegbe. Ugye átéltük még azt a válogatottnál, hogy sajnos heti egyszer mostak csak, mert annyi idő volt csak, vagy illetve annyi lehetőség volt, és mindenki szárította edzés után a szerelését. Ahhoz képest most hol vagyunk, tehát én egy kicsit így is visszatekintenék az időben. Marco Rossi kvalitásairól már sokat beszéltünk. Egy picit szeretném, hogyha, hiszen olvastam nagyon pozitív értékelésedet a magyar labdarúgó válogatott játékosairól is, Gulácsi Péterről is, picit beszélj róluk. Leginkább abból a szempontból, hogy ki az, aki neked, ha most szakember szemével nézed, ezen az Európa-bajnokságon igazán kiugrót alkotott, és vagy a stabilitásával, vagy azzal, hogy feltűnt a semmiből. Ismerve a válogatott utolsó pár évét, játékos állományban is, szintén előkerült ez a kérdés a nemzetközi sajtónál, hogy ki a meglepetés ember, miért, kit gondolok. És én egy-két fiatalt megemlítettem, akár Szalai Attilát, Sallait, vagy éppen Schäfer Andrist, tehát olyan embereket, akiket még nem ismernek. De Sallai is 5 évvel ezelőtt egy fiatal srác volt, nagyon tehetséges, nagyon ambíciózus, és kikerült egy olyan közegbe a Bundesligába, hogy csak ámulok és bámulok a mérkőzéseken, hogy azokat a stílusokat hozza vissza, hogy elveszített labda után visszamegy. Ez a német közegnek a megtanulása, és ezzel olyan egyéniséget, olyan személyiséget látunk a pályán, de akár egy Szalai Attila, aki nagyon fiatal és nagyon lelkes. Nekem például azt tetszik az ő játékában, hogy ha hibázik vagy elveszít egy labdát, azonnal megy tovább, és nem megtorpan, hanem azonnal megy előre tovább, mert a hiba az benne van, de ki akarja javítani, megy tovább, és ezek az óriási értékek, ezeket még nem tudják rólunk, vagy nem tudták az Európa-bajnokságig rólunk, de most is akár egy kombináció, egy Kleinheisler, Nagy Ádi, Schäfer Andris ott középen,
akár egy Fiol Attila, aki a szélen is meg tudta húzni egyszer-kétszer a labdát. Tehát olyan értékek vannak. Hát és a góljáról nem is beszéljünk Fityónak, ugye, amire aztán nagyon kevesen számítottak. Így van. Tehát a gólja is, én személyesen is úgy éltem meg, mintha pályán lettem volna. Komolyan? Mert mikor megvolt a kényszerítő, felálltam a lelátón, mikor bevágott a védő elém, már nyújtottam fel a kezemet, és tudtam, hogy onnan már nem nagyon lehet hibázni. Tehát ilyenkor már kicsit olvastam előre az akciót. Nagyon jó érzés a lelátóról is ezt átélni. Ugyanúgy volt akár Priskin Tamás góljánál, mikor ugye a norvégok ellen berúgta, vagy például Stieber Zoli az osztrákok elleni góljánál. Tehát ezek óriási érzések. Úgyhogy ez a magyar válogatottnak az értéke, az egyéni kvalitások, és az, hogy csapatként működjön. Gulácsi Péter? Gulácsi Péter rutinos kapusnak számít már, ugye a Bundesligában véd napról napra, tehát nem egy kiegészítő ember, hanem valóban kezdőkapus. Tapasztalat van a háta mögött, szorgalmas, intelligens, tanulni akar, mindig fejlődik ő is, amit kér tőle a vezetőedző, akár a klubban, akár a magyar válogatottban, azt meg akarja valósítani. Tehát egy szorgalmas egyéniség, úgyhogy ez a véleményem róla. Legtöbben azt fogalmazzák meg egyébként, függetlenül attól, hogy ugye nem sikerült a 16 közé jutni a válogatottnak, hogy azért, amit most láttak, az még a legszörös szívűbb kritika alapján is úgy tűnik, hogy egy szintet lépett a magyar labdarúgó válogatott. És ugye ősszel nagy feladatok várnak rá, elsősorban a világbajnok is elejtező, és ezzel kapcsolatban, amikor én tavasszal csináltam egy interjút Marco Rossival, akkor azt is elmondta, hogy azért az a csoport sem könnyű, ugye, és azért tudjuk, hogy Európából, ha világbajnok is elejtezőket nézzük, még kevesebb csapat jut ki, tehát ugye a fejben kell tartani a statisztikákat. De látva most már ezt a fajta bátor játékot, akár egy világbajnok francia csapat ellen, akár a németek ellen, ugye Németországban, mik azok a realitások tényleg, amiben akár az őszi válogatott mérkőzésre kell gondolni kell? Ugye leginkább ugye, azt gondolom, hogy az angolok elleni egyik nagy, hatalmas nagy lépés az, amire mindenki kíváncsi. Kicsit visszanyúlnék az időben. Az építkezés az Csányi Sándor érkezésével kezdődött meg, és a regnálása alatt kétszer volt kint a magyar válogatott az Európa-bajnokságon. Tehát a fejlődés az abszolút látszik. Óriási erőt tesz bele, óriási tudást, akaratot. Persze vannak még hibák, mindenhol vannak, de a szándék és a jótett és az eredmény a fontos. És azt gondolom, hogy ezeket a lépéseket meg kell tenni, ki kell várni türelemmel. Egyik napról a másikra nem is fog történni semmi, de a türelem és a kitartó munka az minden szinten, akár vezetői szinten, akár edzői, játékos, vagy akár stáb, vagy a szurkolói szinten is óriási eredmény tud lenni. Hiába valaki favorit egy-egy mérkőzés előtt, az a 90 perc fogja megadni az irányt és a hangot, hogy ki lesz az Európa-bajnok. Ezzel a Csisztus Sportcast szezonzáró epizódja végére értünk, de mivel az Európa-bajnokság még nem ért véget, és a szurkolói zóna is nyitva van az EB végéig, mi magunk is itt leszünk, remélem önök is csatlakoznak majd hozzánk. Most egy pici nyári szünetre megyünk, de a következő hetekben sem maradnak Csisztus Sportcast epizódok nélkül. A legnagyobb érdeklődése számot tartó részeket újra megmutatjuk majd önöknek, egészen addig, amíg majd új epizódokkal jelentkezünk. Remélem, akkor is velem tartanak, és bízom benne, hogy a műsoraimat követik a Csisztus Channel YouTube csatornán, illetve a különféle podcast felületeken. Viszlát! Együttműködő partnerünk a Charity, a Guess Hungary, a Zema Porcelán Ékszerház és a Primus Labor.